Élmény beszámoló. Ferenc és a, hogy hívja magát? Halott látó? Hát léleklátó. Léleklátó, inkább. Nadin, szebb. Nadin, tehát nem Odin, Odinként ne keresünk. Nadin a léleklátó. adásban beszéltünk vele, ugye egyszer, igen. És akkor mi kitaláltuk, hogy akkor én legyek az, aki a leginkább szkeptikus ezen dolgok irányában, hogy akkor egy ilyen próbát erre eresszünk rá. Hosszú hetekig szerveztük, készülődtünk, és tegnap érkezett el az időpont. Pont. Adunk élőt a beszélgetésről, csak úgy, mert most igen, kértem. Hogy lássák az embert, aki hogyha, ott ő aki, volt ott. De én egyedül. Figyeljetek, egy picit már egy vasárnap este kezdtem gondolkozni, hogy mi lesz ez, hogy lesz, mit kérdezzek, mit csinálják, milyen legyek, de igazából nem volt bennem semmi feszültség, nem voltak nagy kérdések. Azonban, amikor innen elindultam a rádióból, 4:11, 10:30 körül, ugye 11-re kellett menni Újpestre, akkor belém állt az ideg. Hogy most mi lesz azzal a gyönyörű világképpel, amiben én 50 évig éltem, hogy csak a földi lét van, nincs ez a lélek, hogy tovább megy, meg majd leszületik, meg újra. De ezek a félelmek meg is fogalmazottak benned, vagy csak attól ijedtél meg, hogy mi van tényleg ott az öreg, és megtörténik a találkozás. Mit mondasz neki, mit mond? Igen, aha, ez az utóbbi, uh-huh. Inkább ez az utóbbi, de nagyon ideges voltam, zaklatott voltam teljesen a sztoritól, már az is bennem volt, hogy én lemondom ezt az egészet a francba, érted? És akkor inkább bejövök ma, és azt mondom, hogy gyerekek, nem menne, haragudjatok. Jó, mindegy, kimentem ez a negyedik kerület, Újpest. De ez ezért érdekes, hogy azért neked volt egy nagyon stabil világlátásod, egy racionális gondolkodásmód, egy hozzáállás a dolgokhoz, és akkor te egy ilyen várható élmény hatására elkezdtél így inogni? Igen, mert szerintem mindenki, aki egy ilyen jó fölfal az ott fal mögött, vagy a fal tetején egy bástyában él, az bármilyen olyan apróságot érez az erőben, ami ezt megborítja, az automatikusan ezt vonja magam. De akkor te meg is adtad neki az esélyt. Én azt mondtam, hogy oké, hogy benne lehet, van. Hogy benne van a dolog. Na, kimentem a negyedik kerületbe. Hát kérlek szépen, ez egy irodaház, ahol Nadin ugye rendel, harmadik emeletbe megyek, és akkor egy ilyen kétfelé nyíló folyosó van, mondom, sehol kiírva, nincs egy ilyen cetli. Ugorjunk oda, hogy beléptél az igen, ajtón. Igen, jó. Ja, jó. És szeretlek, csak... Volt egy folyosó balra, ez nem iszonyú kevés ajtó. De annyira hallanám a lényeget, csak látom az időt. Elég nehezen találtam a parkoló helyet, de aztán végül látom, hogy kiállt egy Superman, nem is tudom, aztán nem egy Audi állt. Várjál, nem egy fehér színű Audi. Oké, beléptem Nadihoz, én elhatároztam, hogy a farcot, a pókerarcot fölveszem, mert mondom, biztos abból dolgozik a csaj, hogy látja a te reakcióidat. Elkezd különböző utakon járkálni, és ahol lát egy reakciót, arra rámegy. Elmondom. Az öreg kanasztás. Igen. Az milyen játék? Hány dűvész trükköt fejtettél meg már? Bemész egy kis szobába, kellemes zene szól, füstölő, mindenféle angyalkák, azt úgy nem nagyon értette, volt egy polc tele ilyen gipszangyallal, meg ilyesmi, elmondom, biztos szereti. Égett egy gyertya az asztalon, Ferenc, nagyon vártalak már, gyere, üljél le ide. Nadinról azt kell tudni, amit te is elmondtál, hogy egy szerintem ilyen 40 pluszos csaj, szőkehajú, a szemöldöke kiszedve és tetkózva, de nem ez a lényeg, hanem hogy olyan átható zöldes kék szemet én még talán életemben nem láttam. Ahogy rád nézed, akkor azt érzed, hogy na most ő a vesédig, de tényleg. Hogy lát. Hogy igen, hogy lát. Érzed, igen. Hogy lát. Hát Feri Instagram fönn van egyébként, hogy képcsük a kedves nézőknek, mondom, illetve a hallgatóknak is. Igen, ott is látszódik. Meg lehet nézni, döbbenet. Tényleg, mintha kontaktlencse lenne. Jó. Leültünk egy kis asztal egymással szembe, és akkor elmondta, hogy mi fog történni, hogy ő most behívja a fatert. Semmi bánomegítés, miért jöttél? Tehát nem kellett elmondanod semmit. Én elmondtam ezt ő tudta is, ugye, hiszen beszéltem vele már előtte telefonon, hogy nekem nincsenek kérdéseim, nincsenek megoldásra váró kérdéseim az apámmal kapcsolatosan. Én a mi kapcsolatunkat tökéletesen tisztán látom. Én arról szeretnék meggyőződni, én azért jöttem, hogy ő valóban tud-e kapcsolatot létesíteni ezzel a másik világgal, tételezzük fel, hogy ez a másik világ létezik, és ő tud-e velük kapcsolatot létezni. Mondtam, hogy nekem ez az elsődleges célom. Uh-huh. Oké, mondta. Kifogás. Igen. Jó, ez egy jól felépített érvrendszer, értem, hogy mi már nem mögött gyönyörűen. Igen, abszolút, így, ez rendben. Kell, az ego dolgozik, ez jó. Rendben volt téve a dolog, mondtam, igen. Hogy tényleg nem akarok tudni semmit. De mégis itt vagyok, ugye? Igen. Imádom az ilyen. De azért benéztem. Igen, nem akarok tudni semmit, azért eljöttem a városon. Kérdésem, majd meglátjuk, hogy közben alakul-e valami.
Igen. Oké, három dátumot kér, születési dátuma az övé és az enyém, akkor ez már kettő, meg az ő halálának dátuma, ez kell. Ez egy kis kockás füzetbe fölírta. Nadine halálának a dátuma? Nem, hát az apámé. Ja, az apádé. Nem jó. Az apámé, apám születési és halálozási dátuma, és az én születési, meg a két név, így kezdődött el a dolog. Na most itt jött el az a pillanat, ahol egy kicsit így önmagamban hangosan fölröhögtem, és azt mondtam, hogy jó, nagyon vicces, ugyanis egymásra szembe ülünk, Nadine így elfordul egy kicsit oldalt, hátra rakja a fejét, lehunja a szemét, és egy picit ilyen zaklatott, kicsit elmebajos módon elkezdi a következőket mondani. Én közben jegyzetelhettem, itt van nálam három papír, mert tudtam, hogy úgyse fogok ennyi mindent. Amely mondat így hangzik, az első: A védelmi vonalat kérem a kaput megnyitni, a lelket kérem le ide hozzánk. Na most hát itt nyilván azért így egy kicsit én a szkeptikus elkezdtem röhögni ezen a dolgon. Ez ilyen nagyon rossz Burlesque-ben való jelenet volt, hogy a védelmi vonalat. De mondtad neki, hogy Nadine, nem baj, hogyha jegyzetelek, vagy mi? Nem, ő mondta, ki van téve papír ceruza, hogy nyugodtan írd le azt, ugyanis annyi információ fog jönni, hogy nem fogod tudni megjegyezni három azt a mindenit. Ez egy bevett dolog, és sok helyen, bármilyen terápiára mész, vagy ilyen beszélgetés, spirituális választás, például a kineziológia, jegyzetelhetsz. Nagyon sok az info, elfelejtett. Tehát egy óra után már a felére nem emlékszel, ráadásul olyan állapotban vagy, hogy zaklatott is vagy, ezért ha ott leírod, utána nagyon sokat vissza tudod olvasni, és rengetegszer más derül ki a szövegből, mint amit először elolvastál. Tehát egy hónap múlva lehet, hogy más értelme lesz, ezt sokan csinálják, hogy jegyzetelhetsz. Nagyon jó hangzik. Na úgy, hogy védelmi vonalakat bekértük, érted? Én itt már nagyon megvoltam, mondom, jó, hagyjál már, persze, védelmi vonalak, meg mi. Önigazolni látszott az egód azonnal, hogy megvagy. Meg vagyok, kész, óriási. Jó, igen. Óriási megcsiptelek, humbug. Megcsiptelek, igen. Azt mondja, jön, három alak jön a kapu felé. Jó, látom az apádat és a lelket, és van mellette két nő, az egyik valószínűleg az édesanyja, a másik nem tudjuk, hogy ki, de hát elvérletek egy lánytestvér, ők megállnak a kapunál, odáig kísérték az öreget, de hogy az öreg itt van, és akkor de szólítalak István, szólítalak nyíj meg, és ilyen dumák voltak, itt elkezdtem röhögni, és nekem még mindig nem volt kérdésem, hát magamban. Ja, hát, na. Most nyilván nem fogsz ott ízni, hogy hámar, Dadi, hagyjál már, mi az, hogy gyere le? Két nő három aját. Nyilván nem, de hogy ez oké. Okay. Na, és itt jött az első döbbenet, srácok, olyan jellem rajzot adott az apámról, hogy annál jobban megfogalmazni még embert nem hallottam, hogy milyen volt az öreg, hogy egy nagyon optimista, nagyon törekvő, ugyanakkor egy makacs, nagyon büszke ember, aki szinte soha senkire nem hallgatott, az anyám volt az egyetlen, aki viszonylag korábban tudta tartani, egy generációs szegénységi örökséget vitt tovább az öreg, és azt akarta megtörni, és ez tökre igaz, hogy az egész családja gyakorlatilag élete végéig a cipője mellett járkált, és akkor apám volt az, aki egy ilyen viszonylag normális pénzügyi anyagi biztonságot tudott adni nekünk. Na, ez itt már gyanús volt, de mondom, hát menjünk tovább ebbe még bele. Azért ez elég konkrét, de mert hogy nagyon sokfajta jellemvonás van, lehetett volna tök más típus lehetett az öreg. Volna, igen. Okay. Beletalált. Nagyon beletalált, itt már nyertem egyet, és ekkor azt mondta Nadine, hogy látok egy lábsérülést. Na, ez a meleg. Na, ez akkor a nagyon meleg. Valószínűleg na, itt kezdett el kirázni a hideg. Igen, lehet, hogy adásban ezt már meséltem nektek, de az én édesapám Süli Gazsi barátjával, a P10-es Pannoniával, az édesanyámmal való esküvőjük előtt egy nappal elhatározta, hogy ő az ő feleségének nem új kígyósi virágcsokra lesz, mert ő egy nagy ember volt, hanem Békés Csabai, ezért fölültek Süli Gazsival a P10-es Pannoniára. Hát a legenda szerint igen, ittasan, ugye ez adnak idején azért ez előfordult, lehet, hogy ez nálunk családi vonás, és berongyoltak Békés Csabára, de a vaksötét éjszakában, amit is soha nem értettem a családi kalendáriumban, mert nem volt szerintem akkor még ilyen éjszakai virágbolt, mindegy, és a Csabai nagykanyarban egy kivilágítatlan lovas kocsiba az öreg az esküvő napján. Nem, előtte. Egy nappal, és eltört a lába.
Az öregnek meg egyéb sérülések lettek, tehát ő az anyukámmal úgy mondta ki a boldogító igent, hogy a fater az félkómában tokától bokáig begipszelve feküdt, érted így, az izének a polgármesteri hivatal udvarába, mert nem tudták bevinni, mert nem fért be az ajtó. Egyébként lehet nyugodtan röhögni rajta a sztorin, tehát nem zavaró a tény, ez így van, ő világ életében erre hivatkozott, hogy az ő házassága nem érvényes, mert nem bent mondta ki, ugye, hanem az udvaron. És hát itt már nagyot nyertem ezzel a lábsérüléssel, mert hogy ez tényleg megvolt, de még mindig rezzenéstelen farccal ültem Nadine előtt, és próbáltam arra rámenni, mert ezt a sztorit nem mondtam el neki, amit most nektek elmondtam, hogy mik a körülmények, tehát hogy én még akartam ott, érted, még egy kapaszkodót, mert nyilván az én lelkem az pont eltaszítja ezt, tehát hogy ez nem lehet. Oké, megmondtad a lábsérülést, de akkor nézzük meg, hogy mi a sztori benne, tehát hogy mi volt a körülmény, próbáltam Nadimból kiszedni a körülményeket, és elkezdte mondani a körülményeket, ne, hogy fiatal korában történt, már nem volt gyerek, de a házasságkötés előtt történt. Azért ez elég meleg. Ez elég meleg, és rátért az én anyukámra, Marisra, akiről azt mondta, hogy volt az életében egy olyan momentum, ami miatt ő az igazi minden, hogy is fogalmazott, hogy jól mondjam, tehát hogy az, a nővévállás, a feleség és az igazi nővévállás azon momentumát, ami minden nőnek nagyon fontos, azt ő soha nem tudta megélni. Anyám az esküvőjük estéjén, ugye a násznépet már nem akarta apám lemondani, ült bent a kis parasztházunk ágya szélén, édesanyám úgy, hogy apám be volt gipszelve, és a falra föl volt akasztva az esküvői ruhája, amit soha nem vett föl. Érted? Uh-huh. Hogy ő soha nem lehetett mennyasszony az anyukám. Na, hát gyerekek, ez volt itt. Itt már így azt mondtam, hogy oké, legyen, menjünk tovább a történetbe, akkor nézegessünk, és nagyon sokat mondott még apukámról, de volt egy kérdésem ezzel kapcsolatosan, hogy az ő édesapjával neki milyen volt a kapcsolata, tehát az én édesapám és a nagypapám között milyen volt a kapcsolat. Azt mondta a Nadin, nem mondtam semmit a dologról. Semmit nem meséltél róla. Semmi. Egy kérdés volt. Egy kérdésem volt. Aha. Há, öreg profi, érted? Ne, hát értem, most jöttél a tucat. Hát hülyék, a másik oldalon van a gyerekben. Hát azért nem itt vannak. Hogy szivároktatunk, érted, ezt lehetett volna rosszul csinálni, de van itt Gógyi. Azt mondtam, hogy milyen volt a kapcsolata az édesapjával. Azt mondta Nadine, hogy jó, akkor már is erre rákérdezünk, megint ugye oldalfordul, szem lecsuk, és akkor elkezdi ezeket mondani. És azt mondja, hogy ürességet látok, nem látom az apukád mellett az ő édesapját. Na most azt kell tudni az én nagyapámról, hogy az édesapám az 8 hónapos volt, amikor ő meghalt. Tehát nem volt jelen az életében. Érted? És nem látta. Tökéletes kérdés, amire ő besétálhatott így volna, ha nem valódi, hogy látom, így néz ki, ez történt, nagyon szerette. Ja. Tehát azért erre sokan ráfuthatnak. Vagy ha úgy kérdezem meg, hogy hát az apukám nem ismerte az apját, milyen kapcsolatuk volt, erre is tudod azt mondani, hogy hát semmilyen, nem is látom a papát, de én direkt azt kérdeztem meg csak, hogy milyen volt a kapcsolat. Tehát nem tudott, rásétálhatott volna, de zseniálisan megint csak beletrafált a dologba, vagy valóban nem látta a nagypapát, és azt mondta, hogy nem volt kapcsolatuk, és nem volt jelen az életében, aha, nem látom. Ez elég kemény. És valóban, ez már ugye a harmadik. Jó, de te nem adtad föl zászlóshajad elsülyezted, volt-e még a tarsolyban? Még van. Akkor mindig két kis csónakon az embereim, ott elvesztek, érted? Már az anyahajó, a csatahajó, a romboló az elsüllyedt, amit el tudsz képzelni, de még mindig mentünk tovább a dologban, és hát egy kicsit gyanús volt, hogy a béka szerintem előzetesen már beszélt Nadinnal, mert többször elhangzott az a mondat, hogy nagyon jó az az ember az életedben, aki melletted van, és figyelj, a békáról is, akiről mi nyilván meséltünk, érted? De ő mondjuk azt mondta, hogy nem hallgatja az adást. Itt most nyilván szkeptikusok azt mondják, hogy de biztos visszahallgatta az elmúlt 13 évet. Igen, hogy a békáról is olyat mondott, egy kicsit ma azt éreztem, hogy adott neki egy 10-est, érted a béka, hogy ezt így hype-olja föl ezt a kapcsolatot, hogy mi olyan erősség, olyan bástyái vagyunk egymásnak, és valóban én mióta megismertem a békát, mindig ezt érzem benne. Egy kicsit feszélyezett, hogy azt mondta, hogy ez a bástya, egymás mellett álló bástya az életünk végéig egymás mellett fog állni. Szóval jó elment, hát ezt tudtuk. Ne, akkor most viszont én adnék egy 10-est. Itt ezen tudjunk változtatni, és itt még mindig nem volt vége a dolognak.
mert hogy sorra kerültek az én gyermekeim, sorra került az én életem. Sorra kerültünk mi hárman. Van valamiféle karmikus összefonódás? Képzeld el, igen? Hogy tök jól látta ezt is, azt mondta, mondjuk ez, aki hallgat minket, szerintem ezt mindenki érzi, hogy ebben a műsorban mi úgy örünk hárman, hogy van két piros, ezek vagytok ti, és én egy kék vagyok. Rohadt életben úgy örültem, hogy én vagyok a kék. Na mindegy. Igen. De ne. Fogalmam nincs, mit jelent. És ráadásul velem mossák össze. Hát ez most neki azért igen. Gondolható. Igen, de ha belegondoltok, igen. Hogy ti tudtok egymással egy másodperc alatt olyan agyi eszemenést csinálni, amiben én nem tudok. Na jó, de ezt mondjuk még hallhatja. Ezt hallhatja, de ez is tök érdekes volt, és ugyanakkor mondta, hogy van két férfi az életemben, akikre nagyon oda kell figyeljek. Rögtön ti jutottatok eszembe, hogy mire, és mondta, hogy nem ti vagytok azok, de ezt egyelőre nem tudja megmondani. Azt mondta, hogy anyagilag Ferenc maga most nagyon nagy bajba van. Mondtam, hogy mire a Dimitrovot. Nem a Dimitrovot. Nem tudjuk az nem tudta az éttermet, de ő nem tudta. Oké, okay, de tudhatja. Ne. Oké. Okay. Feri, hát azért, na. Basszus, Jani, ezek után, hogy ezeket... Évek 100 helyen megírták már, hogy neked van egy éttermed, ő azért nem, tehát egy okos nő. Oké, na jó, akkor rendben van, akkor ezt vegyük ki a pakliból, tehát ezt vegyük ki. Igen, az anyagi helyzetet azért nem, mert közben az, hogy van egy éttermed, azért nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy rossz anyagi helyzetben vagy igen. Sokat kell bakolnod. Tehát azért gondolhatja azt, hogy baromi jól keresel, és egyébként meg oké, van, bezártad, nem megy, de hogy közben most nem megy, élsz vidáman. Azért van egy csomó éttermünk, és aki azt mondta, hogy most bezártuk. Hát tudta akkor, hogy a bondója 90 napra fizet. Így van, és hogy azt, ha megvárjuk, akkor abból ki tudjuk majd fizetni a bérleti díjat. Ilyenkor van kérdés magával? Tehát te tudsz úgy beszélgetni vele, hogy kérdezel még tőle, hogy nem. Üzene valamit. Ja, de. Hogy, igen, az életed hátraülő részébe, az egészségeddel kapcsolatban, hogy mit lát, hogy hogy gondol rád, vagy hogy van-e valamilyen elvaratlan szál benne veled kapcsolatban, igen, vagy nyomasztja-e magát a lelket, az entitást, hogy ő nem volt olyan apa, amilyen szeretett volna lenni, hogy te ezt hogy tett helyre, vagy na. Neked ebből mit kellett megtanulni, vagy ő mit tanított neked ezáltal, hogy ő ilyen volt. Ilyeneket tudtál kérdezni? Igen, tudtam kérdezni. Ezt azért mondtam el, hogy ezzel kapcsolatosan, az apámmal kapcsolatosan nekem nincs kérdésem, mert azt én sokszor elmondtam adásban is, hogy én azt tanultam meg tőle, hogy milyen apa ne legyek, és azt is tudtam, hogy ő az apja hiánya miatt lett volt olyan amilyen nem lett. Volt minta. Nem volt minta, ezért ő a szeretetét úgy tudta kimutatni, hogy anyagi biztonságot teremtett nekünk, de nem volt ülj a lábamra kisfiam, és lovacskáz vagy menjünk fogocskázni, ez a rész hiányzott, és én ezt akarom megadni a gyerekeimnek. Aha. Tehát én ebből ezt meg tudtam tanulni, de például ő, anélkül, hogy én ezt elmondtam volna, ő ugyanezt mondta el, hogy az apádnak nem volt mintája, ugye meghalt az ő édesapja, ő az anyagi biztonságot le is írtam. Azt érezte fontosan. Az volt, hogy az a szülői szeretet kimutatása az, hogy anyagilag biztonságban tudod a családodat. Aha. Érted? De ezekkel én eddig is tisztában voltam. Itt nem ez a kérdés, hogy én tisztában, az, hogy ő honnan tudja. Érted? Hát ez az. Hát ez az. Ez aha. Volt a nagyon nagy kérdés. Beszéltünk még gyerekekről, családról, egy csomó olyan dologról, ami... Tehát ő a jelenkort is látja, igen, a karmikus kapcsolatot a gyerekeiddel, az életútjukat, a hozzátszületés okát, a megtanulni való, tehát ő komplexen lát, akkor nem csak magát az entitást, hanem a jelenkorban körülötted élők nem csak a karmikus kapcsolatáról olyan. Is beszél, hogy olyan. Mi a helyzet a Somával, hogy mi a helyzet a Pannával, hogy az egyik miért ilyen lélek, a másik miért olyan. Tehát... Megnyugtatásként közlöm, hogy a fönt lévőd. Tehát a már elhunytad, a lelked, akiről most beszélgetünk, az látja a jelen életedet, tud rád büszke lenni, tud figyelmeztetést küldeni, el tudja mondani ez szerint. A teória szerint az, hogy mit kéne másképp csinálnod az életedben, anyagilag, munkahelyen, párkapcsolattal, gyerekneveléssel, mindennel kapcsolatosan, tudott ő információkat mondani. Nyilván ez személyes, persze. Ez személyes, mondtam is nektek már reggel, ugye a hallgatóknak is, hogy nem fogok mindent elmesélni, de nagyon ugyanilyen komolyan betalált azokban is, tehát a két gyerek jellemrajzával, a BK-val való kapcsolatomban is mindennel ugyanilyen pontosan betalált, mint ahogy az öregnek leírta a jellemrajzát, és megmondta de kemény. Lábsérülését. Volt egy személyes üzenet, amit megfogalmazott? Na mindjárt folytatjuk, akkor még van egy-két kérdésem egyébként ezzel kapcsolatban, de azért ez hidegrázós. Na figyeljetek, nagyon hidegrázós. Komoly, és hozzáteszem, hogy rettenetes boldogan jössz ki. Olyan szépen hagytam ott azt a helyet, na majd folytatjuk, mert Zsűl már idegösszerapanást, ha hallgattát, hogy nem rossz volt, nem adott rossz élmény, nagyon jó élményt adott, kétséget hagyott bennem, hogy működik a dolog, de egy ilyen szuper ügy volt. Aha, tényleg. Jól hangzik.
A bitcoinról mennyit mondott azért ezzel is, jöjjünk már vissza, jó? Csak a hírek után. Csak a hírek után. Jó, jövünk mindjárt. Jelentő óc. Jó, köszönöm. 8:30 pontosan. Jövünk mindjárt, folytatjuk még a beszélgetést. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. A KIK megszépíti a húsvétot. Divat háztartás, dekoráció és számos színes húsvéti termék 630 forinttól. Nézzen be hozzánk! Lepje meg magát, és már...